Nagyon sok olyan filmet készítettünk, ahol narrátorszöveg vagy dialóg készül. Példaként említsem a Magyar népmese sorozatot, ahol először színészeket, meg népmese mondókat alkalmaztuk, aztán Szabó Gyulállá kötöttünk ki, mert a magyar nyelv archaikus szépségét ő tudta leginkább megvalósítani. Történt egyszer, hogy egy gazdag ember sok munkája után egy véka lisztet adott neki. Ahogy megy haza a liszttel, kapja magát a szél, utána megy, és minden viszi a vékából, ami benne volt. A Magyar népmesés sorozatnak megcsináltuk a angol szinkronját, és ma már azt lehet mondani, hogy kevés olyan kulturális teljesítmény van Magyarországon, mint a Magyar népmesés sorozat. Napjainkban készül a kínai szinkron a angol szinkron mellett, de hát a legtöbb nézője a népmesés sorozatnak Egyesült Államok után Indiában van, és a Fülöp-szigeteken. Elvezette a szegény embert a kastélyába, jól megvendégelte, s megajándékozta egy bárányjal. Azt mondta. Cairá dinheiro suficiente para viver durante mês. Secoué, tu en auras pour un mois de pièces d'or. The poor cobbler took leave from the king of the winds and left for home. De a kíváncsiság nem engedte, hogy a báránykát hazáig ki ne próbálja.